Hát akkor, hogy fesztivál technikai ismereteitek fehér foltjait satírozgassam kissé, ugye vannak olyan emberek, akiket ez a kis lelógó, kis szöszmösz nagyon zavar, ezt, hogyha levágjátok, akkor mindenképpen égessétek el a végét, mert különben szerte fog foszlani. Nézzük meg hétfő este, hogyan viselkedték ki magukat a hegyalja fesztiválozók, az igazi fanatikusok, akik már 3 nappal az első koncert kezdete előtt is lefáradtak Tokajba. Mikor érkeztetek a szerdán kezdődő fesztiválra? 16 óra 09 perckor. Melyik napon? A ma. Az a melyik nap? Ez a -1, úgy emlékszem. Jöttem otthonról Kenderessel, fesztivál rádiót építeni, fesztiválozni, és minél jobb koncertekre. Ez már a 3. évem. Még csak hétfő van, és mikor van az első zenei program? Szerdán, körülbelül 3 órakor. Vasárnap jó, itt vagyunk már. Hát én régebben nagyobb fanatikus voltam, mert így volt olyan, hogy szombaton, még volt olyan, hogy vasárnap indultam el. Most indultam a legkésőbb a fesztiválra, de egyébként nagy fan vagyok, mert itt van egy csomó hegyalja karszoló kezemen. Pontosan hány évnyi hegyalja? Ez 4 évnyi hegyalja, de ez lesz a 6. hegyaljám. A legrégebbi az már leesett a karomról, mert így lefoszlott. Sörból rock'n'roll. Slayer, 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 Parkvédrive, subscribe. 5 szó. Hát, boldogság. Családias légkör. Tisza. Bátyám, macó, alkohol, Tokaj és sátor. Állatok. Kibaszott komoly, gyertek el jövőre is. 1. Szabadság, buli, borok, lerészegedés. Fetrengés. Te mivel ütöd agyon az időt, amíg nem nincs koncert? Én? Piával. Rákóczi kocsma is, azt ajánljuk mindenki figyelmébe. Tehát a fesztivál előtt mindenképpen érdemes meglátogatni a fesztivál alatt, meg szerintem lesz mindenkinek elég program, mindenki megtalálja azt, amit szeret. Iszunk. Ismerkedni, beszélgetni, aludni. Iszunk. Egyfolytában. Amit lehet. Hát figyelj, nagyon sok borozóval. Normális hegyaljások, meglátogatunk minden pincét. Hát egy picit kajálunk is azért, hogy ne essünk össze. Meg persze jól érezzük magunkat akár zenéléssel, vagy akár zenehallgatással. Tokaj, mehetünk kocsmázni egyébként, mehetünk úszni a Tiszába egyébként. Eszek, utána meg kimegyünk inni szerintem. Hát, legfőképpen az ivással. De... tépni meg, baszni. Meg tarajat kell csinálni. Neked eddig meg sikerült? Én be is baszom, be is léptem, meg tarajom is lesz. Bebaszunk. Italozással. Azzal, hogy járkálunk a városba. Hát rengeteg itt a szórakozóhely. Hát meg ide jönnek azért a fesztivál azok nagy része itt van már jóval előtte is, akkor már itt tulajdonképpen el is kezdődik a fesztivál anélkül, hogy beindulnának a programok. Mit jelent számotokra a hegyalja fesztivál? Bulit, piát, subscribe-ot! Pirod még! Hegyalja! Király a hegyalja, de nagyon király.